Köszöntünk mindenkit nagy szeretette. Mi az a bátortalan beköszönés? Nem tudom, így jött össze. Meséld el, hogy mit csinálsz ezen a foson, amit már nem tudom, 2 hete szerelsz, vagy nem tudom mennyi. A foson? Azt látom, hogy ugye bekerült a garázsba rámpáról. Ott a pici cicánk. Hol van ott? Ő mi lesz? Műhely macska ezek szerint. Na! Na! Tehát. Annyit tudok, hogy lekerült a rámpáról a garázsba, meg hogy egy talicska pénz van benne. Ebben már cicán több talicska pénz van. Attól függ, mekkora a talicska? Hát ez egy jó nagy, 3 puttonyos. 7 puttonyos. Na mesélj! Nincs mit érdemben mesélnem. Pár hete ugye karbantartás, éves szervíz, aztán elkezdtem csinálni, és 5 tőkét köpött ki, aztán én szépen visszatettem, még büszke is voltam magamra. Csú! Milyen fasz a gyerek vagyok. És nem kellett volna visszatenni, mert ugye, amit már egyszer kiköp, ott a hidrotőkével vannak problémák. De hát én nagy fiú voltam, visszaraktam, felehúztam, utána egyszer azért szedtem szét, mert orrán száján folyt az olaj. De most már nem folyik, azt tudom. Most már nem, mert most még már csak csattog. Folyni nem csak folyik, csattog. Csak csattog. Igen. Végül is. Miért is legyen jó, ha lehet szar is? Így van. Hát én már elátkoztam. Teljes mértékben. Nem elátkoztam, amúgy csak mondtam, majd, hogy húzza ki a mezőre, meg adja el, meg nem tudom, gyújtsa fel, meg én már mindent mondtam. Macskák vagy, nem tudom. Nem ki. Én voltam. De te voltál. Mit, és mit csináltam? Nézd már, semmi. Ott löpted el a izét. Jaj, ezt ellöptem. Na, ezt. Jó. Mert a buzi köcsög macskák is itt basszák a rezet. Na, jó van. Nyugi van. Szóval a lényeg. Visszajövök inkább, és nem mozdulok, jó? Jó teszed. Lényeghez, hogy most kell bele hány hidrotőke? Hát elvileg 5. 5. A kurva anyád, én nem mozdulsz meg. Azére. Szóval a lényeghez, ugye már most elővettem a régi hidrotőkéket, bár Skodában van egy garnitúra. Megtaláltad? Új. Persze, mert reggel cicán. Még azon agonizáltál, hogy vajon hol van. Igen, de ismerve magamat. Igen, ezt is mondtad reggel. Én elraktam. Na. Egy vezérműtök. És állapítsuk meg, ugye, hogy hogyan lehet megtudni, hogy hidrotőke szal. 2 vezérműtök. Hát... Közelítünk. Igen. Közelítesz, mert úgyis van itt annyit takarítani valahogy. Jó, csak kicsit közelebb jöttem, ennyi. Jó. Mit adjak? Megkeresem a szar hidrotőkét. A 3-as tuti vagyok. Lehet, hogy ezen az oldalon megúszták. Kurva anyádat! Hát, a faszom tele van ebbe a szájba, kutroncsa!
kopás az nincs. Mert hát végül is még kiköpnie se kellett volna. Nem is köptem most már ki a próbaút alkalmával. Nem most. Pedig innen köpött négyet. Szerintem maga mellette levő, nézd. A mellette levő. Ne zavarjál be? Jó van. Ne szóljál be? Nem szólok be. Ajánlom is. Az, aha. Jó, nem szólok be. Ne szólogassál be, főleg neked áldan. Szépen precízen mindegyiket. Itt van. Oda, ahol. Na. Tessék. Innen lehet megtudni, hogy szar egy hidrotőke. Erről kerülj bal oldalamra, mert onnan látni. Azért a szék is itt van. Teljesen fel vagyok ajzva. Na. De még oda, oda, ott, oda, ott bele. Vagyok, oda. Ott vagyok, amúgy. Tehát kuka. Egy. Megvan. Megérettem egy. Macskák! Itt idegesítenek már napok óta. Kettő. Ja nem, ez egy ugyanaz, bocsi. Lényeg, hogy most magamat szopattam meg, amikor ne fiusson, csak visszaraktam. Hát, mert én ilyen nagy így. Fiú vagyok. Jár így az ember. Jár. Kettő. Látjuk Istet. Lehet hallani, hogy a Pisti nem bőgetné ezt a faszomgépet. Tehát ebben a sorban a kettes és a hatos. Itt van két szar hidratőkénk. Nézzük ezt az oldalát is a dolgoknak. Három, ide nézzetek. Csak akartál te valatállal menni, mi? Nem tudod visszarakni, mert már szarszörülő vagy. Ó, de melbe vágott ez. Valamivel téged inspirálni kell. Ja, na, azt nézd meg, az a hármas tuti. Tuti? Aha. Tuti befutó. Mellényi utánban van. Hopp, várjál. De annyira itt vagy abban a rühes telefonnal. Tessék. Következő. Következő versenyző. Helyre, tétre, befutóra. Itt van még egy versenyző. És még egy versenyző. Ez már mennyi volt összesen? Ez már összes. De nem, most komolyan. Egy jó, kettő jó, tehát egy kuka, na akkor innen kezdem. Egy kuka, két kuka, három kuka, négy kuka, pedig innen borított ki négyet. Innen hol négy kuka, az, igen, öt. Hat kuka. Innen ebbe az oldalból hat kuka. Nem, összesen hat kuka. Ez az oldal. Még itt van ez az oldal. Ja, úgy, igen.
Ez még nincs is szép kötve. Tehát itt 6 kuka. Szép kötve, Skodát, ezt kiveszem belőle. Na, jó. Tehát itt járunk. Várjál, mert kiszedek egyet, hogy megmutassam. Kivítjuk ezt. Melyik volt egy a jó csattogós? Nem, egy, ja? Egy rosszat. Jót minek szedjük ki? 4-es. Utána 2 kávé, te is iszol egyet. Jó van. Vigyázz, nehogy szájba vágjanak. Mondjuk előbb a telefon. Tehát a hidrotőkénél onnan tudjuk meg, hogy szar, hogy pulzál az olaj kifele, látjátok? Amelyik pulzál kifelé, és itt van-e? Itt van-e? Ihune! Ehune! Tehát ez már game over. 50 ezeret futott ez a tény. Most már csak azt nem értem, kedves mester. De én nem vagyok mester. Hogyha, hát bár nem. Van mester vizsgám, de én nem vagyok mester. Na, de nem tudom, mesternek szoktak sokan hívni. Igen. Kedves mester, érdeklődnék, hogyha szétszedted már egyszer, és vissza is tetted, akkor miért nem láttad, hogy nem tesszük vissza, mert tolja ki az olajat? Cicám, megmondom férfiasan, most mindenki kurvára figy, erre rá kell juttanom, adom az igény. Ó, Istenem már! Önkritika! Fú, neked nem nagyon van olyan, szóval, ja. Hozom a cigaret. Miért ne én menjek? Ne, ne gyere. Maradjál csak ott a tett helyszínén, vagy a tett színein. Ott az orra. Küszöb. Ja, a küszöböt meg így le is csapta tegnap. De küszöb nincs. Nem baj, itt a nyár. Itt újra. Majd visszakezd. Pont ide jött a füst. Na, igen, megmondod őszintén. Most már ne húzd az időt. Na, megmondom férfiasan. 3 éve ugye ezt motorhibással vettük, meg ugyanez volt a baj. Nem ugyanaz, rosszabb volt a baja. Az összes, tehát a vezérműtenger, csere, blabla. Akkor 480-ból állt talpra a gép, ha jól emlékszem. Voltok más hibák is, de a vezérlést, tehát mindent lecseréltem, ezeket is. Most ugye ez makészórásnak indult. Lényeg az, előtte bekukkantottam a szelepdekni alá. Éreztem egyébként sem, hogy tökéletes az indulás. Na mindegy. Láttam, hogy 5 himba nincs a helyén, tehát nem működtek. Ilyenkor, amikor kiköpi a himbát, fogjuk, paraszt gyerek, kicseréli a himbát. De, mivel hogy nagyon szép, ilyen tiszta állapotban volt akkor is a motor belseje, mint amikor összeraktam meg most is, úgy voltam még csak 50 ezeret és gyári cuccokkal, 50 ezeret futott, bírja. Ennyi. Hát én voltam a farok, mert az kellett volna, jó, ott mit köpött ki? Oké, akkor így végignézni az egészet. Bizony. Tehát restember 2-szer fárad, én különösen, szorgalmas meg elsőre megcsinálja. Bizony, ezt akartam, ezt mondtam, ezt kérdeztem. Tehát, hogy miért nem kellett megnézni elsőre? Jó, na mindegy, én már nem savazlak. Azt hiszem 6-ot számoltunk. 6-ot. A 12-ből. Itt is lesz ennyi. Fele-fele. Azért kedvezménnyel is 2000 forint darab. 50%-a jó. Dugrom szét a Skodát abba újra. Elvileg. De megtaláltam a régi tőkéket, mert el szoktam tenni mindig olyan korányosabb dolgokat, és azért megáztatom, tisztítom, és megnézem, hogy melyik az, ami életképes. Elszom a cigarettát, bemegyek, megiszom a kávémat, az asszonyhoz health, és utána lecsontozom ezt az oldalt is. Ugyanis ennek milyen a famma? Szerda, igaz? Szerda van, igen. Tegnap ott egy hétre menni kell. Igen. Jövő hét kedre tökéletes állapotba kell lenni. Csak egyek, tegnap ide bejött át a Niva. Mert ugye meg volt a próba út ebben a postalicskával. Jó, csak csattogat. Én nem hagyom, hogy csattogat. Tehát a presztízs. És lényeg a lényeghez, hogy itt állt a Niva, bejöttem, a gépháztető is ugye nyitva van, hogy a teleszkópok pihenjenek. Rátettem az akkumulátorsarut, beültem a gépbe.
tehát megnéztem először is az AC pumpát, de fönt van, tehát tartja a nyomást, beütöm a gépbe, le kell nyomni legindításra a gázpedált egyszer, elfordítottam a kulcsot és jártam oda. Kiálltam vele oda, majd vagy délután, vagy holnap megyünk Rizivel, Istivel, hova utazni, nagyon elmegyünk Igricig, mert ugye én most állítottam rajta, mert legutóbb alacsony, alul mértem a üzemanyag kapacitást, ott adtam neki egy kicsit, jó lesz testvérem, jó lesz, de ugye a terep mutatja meg, hogy kimegyünk Rizinek a kedvenc terepére. Na mindegy, de egyébként jövő héten elvihető majd most már néva. Arról is beszéltem az előző videóról, úgyhogy még lebontom ezt az oldalt, aztán... Most a Néva hogy keveredett bele ebbe az egész sztoriba? Ja, hogy beálltál a helyére. Igen, és nem kitoltam a Névát, mert kikérem magamnak. Beütöm, elvonultam, búcsot jártam, ott is kiálltam. Ez is lábán állt ide. Hát már akkor kész is van, nincs kész a Néva? Be van szakadva, van egy rúgótányér, ilyen fémgumi kombináció, ukrán, 1000 forintos. Be van szakadva, elől, azt ki kell cserélni. Ennyi? Mm-hmm. Hát az... Meg a teszt, hogy a gazdájának kell, hogy induljon. Nem én tudom, tudom. Na, hát akkor jó hír. Készen van. Néva, készen van. Hátsó is hírek nincs betéve, hogyha be kell nyúlni a tankhoz. Meg is mutissam? Hol van? Na jó van, akkor szervusz drága. Itt hagylak. Ránézünk a Névára. Majd ordíjjá. Még mindig tökéletes a belseje. Tökéletesen a macskák csak ugrottak kirekkel belőle. Olyan invázió volt itt. Hát de ablakot húzd fel. Kölök macska, süllő macska. Ablakot húzd fel. De miért volt itt bent macska? Ide be se tud jönni a macska. Ja, hogy nem volt izé. Tehát innen a kuszeb az kiverte a... Kirúgta. Itt van egy fordunk. Nem tudom már meddig még. Itt van a mi drágánk. Tökéletes. Wunderbaum van mindenhol is. Azért megszámolnám. 2, 3, 4. Sok. Még oda a váltóra kéne egy. Miért nincs a váltó? Itt a pici cicánk. Ilyen picike. Megjött a tesója is. Na, szóval Wunderbaumos Néva készen áll egy valami tányér csere után, azaz egy óra munka után, meg egy kis teszt után készen áll. Sziasztok!